A megszokottnál később, július közepén tartották hagyományos évzárójukat a nyíregyházi tekézők. Így volt idejük átgondolni a vezetőknek és a játékosoknak az előző szezon történéseit, amelynek végeredményeként a csapat kiesett a Szuperligából. Ez másodszor fordult elő az NTK-val, öt legmagasabb osztályban eltöltött év után először 2018-ban búcsúzott a Nyíregyháza, majd az azonnali visszajutást követte a 2019-20-as Csonka idény. A legutóbbi évadot 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 15 vereséggel a 10. helyen zárták Finta Zoltánék. Elég komoly hullámvasúton utaztunk, egész szezonban sikerült felfele ívelnünk, és azt lehet mondani, hogy a végére meg sajnos leülnünk, és ez volt a legfájóbb, hogy az utolsó pillanatban, az utolsó mérkőzéseken, illetve az egyéb mérkőzések alakulásával úgy jött össze, hogy sajnos távoznunk kell a Szuperligából. Igazából én úgy gondolom, hogy a csapat erőssége bent tudta volna tartani ezt a gárdát, de már tudtuk az év elején, hogy azért a 12 csapatból 4 kieső az borzasztó nehéz lesz, és sajnos köztük voltunk mi is, úgyhogy mindenképpen út az NB1, aztán majd meglátjuk, hogy a következő szezonban mennyire sikerül esetleg azonnal visszakerülni, ami borzasztó nehéz lesz, de talán ami a legfontosabb, hogy új vizeken kell majd evezni, új gondolatokat kell megvalósítani a csapatnál, és mindenképpen a fiatalokra kell majd építeni a jövőnket. A Nyíregyházával együtt a székesfehérvári Köfémes C, a Csákány Doroszló és a Kazincz Barcika esett ki a Szuperligából. Utóbbi együttes az NTK-val együtt az NB1 keleti csoportjában indul majd. A borsodiakon kívül a BKV előre és a Szolnok lehet a nyíregyháziak legnagyobb riválisa a feljutásért vívott harcban. Az azonnali feljutáshoz Finta Zoltán szerint 2 út vezethet. Az kell, hogy egy gárda egybe maradjon, és új hitet kapjanak újra. Jó mérkőzéseken, izgalmas mérkőzéseken rendre felül tudjanak kerekedni. Ehhez kell természetesen egy kis szerencse is, hogy bajnok legyen valaki, vagy pedig egy másik lehetőség az, hogy egy magasabb szintű játékost igazol bármely csapat, és azzal nagyon komoly faj előnyre, illetve pont előnyre tehet majd szert. Most ez Nyíregyházán nem lesz így, ugyanis a Fehér Béla eltávozik Nyíregyházáról, visszamegy Szegedre, úgyhogy ez tovább nehezíti a nyíregyházi csapatnak a jövőbeli sorsát. Majdnem azt mondom, hogy innentől kezdve, hogy a Magyarorsi Péter csapatvezető nyilatkozott korábban, hogy ahhoz, hogy 2 előre tudjunk lépni, 1 hátra kell most lépni, és újra tervezni teljesen az elkövetkezendő 3 vagy akár 5 évet. A nyíregyházi tekézők augusztus első hetében kezdik el az edzéseket, majd a hónap közepén többen Szegedre utaznak a hagyományos világranglista versenyre. A bajnokság az NB1-ben szeptember 2. hétvégén rajtol.